A Fideszes oligarha politika mementója lett a Bige Holding épülete, mondta Harangozó Tamás. Az MSP országgyűlési képviselője, ahogy fogalmazott, az elmúlt években sok történetet hallott olyan cégekről, vállalkozókról, akik saját erőből építettek fel jól működő vállalkozásokat, majd visszautasíthatatlan ajánlatot kaptak egy Fidesz közeli vállalkozótól, és amennyiben nemmel válaszoltak az ajánlatra, cégüket elvették tőlük. A politikusa a Bige Holding ügyet is ilyennek tekinti. Harangozó Tamás hozzá azt is, hogy nem a vállalkozóért vagy annak a bevételéért aggódik, hanem azért a 250 emberért, 250 családért, akiknek megélhetését biztosítja a Szolnoki gyár. Egyrészt egy nagymúltú cégről beszélünk, egy egészen speciális tevékenységet végző cégről beszélünk. Azért az, hogy az itt dolgozó emberek egyik nappal a másikra valamilyen munkát találjanak maguknak, azért az nem magától értetődő. Harangozó Tamás felszólította a város vezetését, hogy állítsák le azt a folyamatot, ami a gyár bezárásához vezethet. Ha a folyamat nem megállítható, tette hozzá, az állásukat elvesztő emberek segítséget kell, hogy kapjanak, akár anyagit, akár új munkahelyet. Györfi Mihály pedig azt mondta, a szolnoki Fidesz mélyen hallgat az évtizedek óta működő, nagy tradíciókkal rendelkező vegyéművek felfüggesztéséről, esetleges bezárásáról. Az MSZP városi elnöke hozzátette, a megyeszékhely egyik szimbolikus üzeme a a gyár, melynek saját lakótelepe és történelme van. Bízik benne, hogy még több évtizeden keresztül lesz is. Megkerestük Szolnok megyei jogú város önkormányzatát is. Pókás Endre a hivatal sajtóreferense az alábbi közleményt jutatta el szerkesztőségünkbe. Idézem. Igen, groteszk, hogy az MSP álmost ki egy szakhatósági eljárás alá vont üzemért Szolnokon, mely kormányon minden probléma nélkül tönkretette a hazai cukorgyártást, és a földeltette egyenlővé az egykori szolnoki cukorgyárat. A Bige Holding szolnoki gyárának működésével kapcsolatos ügyben a szakhatóságok és a bíróság kezében van a döntés. Elfogadhatatlannak tartjuk, hogy az MSP vagy bármely ellenzéki párt politikai nyomást gyakoroljon egy hatósági bírósági eljárásra. Számunkra a szolnoki emberek egészsége a legfontosabb, így jelen esetben az, hogy egy vegyi üzem a lehető legnagyobb biztonságban működjön. Hiszünk a katasztrófavédelmi szakemberek tudásában és a bíróság bölcsességében, hogy azt a döntést hozzák meg, melyel megvédik az itt élő emberek egészségét és biztonságát, zárul az idézett közlemény.